Üdvözlünk a Rich Clap.hu csatornáján! Az elmúlt időszak egyik legnagyobb YouTube szenzációja a PewDiePie és a T-Series nevű csatorna küzdelme volt. PewDiePie csatornája rendelkezett hosszú időn keresztül a legtöbb feliratkozóval, azonban az elmúlt hetekben veszélybe került, mert az indiai zenei videókat posztoló T-Series folyamatosan megközelíti és néha teljesen meg is előzi. Ezt a küzdelmet YouTube-on élő adásban követhetjük. Természetesen a svéd YouTubernek nincs oka szomorúnak lenni, hiszen lassan 100 millióan követik a videó megosztó platformon. Mondunk most 10 dolgot, amit nem tudhatatok PewDiePie-ról. Első, az igazi neve Felix Arvid Ulf Kjellberg. Kevesen tudják, hogy a YouTube eredetileg svéd. Az igazi neve hallatán már mindenki számára érthető, hogy miért nem a saját nevén kezdte el a csatornáját. A Felix egy latin szó, ami eredetileg boldogságot jelent. Második, kilépett az egyetemről, hogy a YouTube-ra koncentrálhasson. 2010-ben gazdaságot és technológiai menedzsmentet tanult, amikor elindította a csatornáját. Egy évvel később úgy döntött, hogy kilép és teljesen a YouTube-ra koncentrál. A szülei nem támogatták az elején a döntésében, és egy hotdogárusnál kellett dolgoznia, amíg a videózásból nem tudta fedezni a kiadásait. Harmadik, PewDiePie-t a legnagyobb világsztároknál is többen nézik. Többször nézték meg a videóit, mint Rihanna, Justin Bieber vagy éppen Drake videóklipjeit. Negyedik, a PewDiePie jelent valamit. A Pew a lézerek hangjára utal, a Die a halálra, a Pie pedig akkor rakta hozzá a szóhoz, amikor elfelejtette a jelszavát a PewDie nevű csatornájához. Ötödik, rengeteget gyűjtött jótékony célokra. Több mint 1 millió dollár értékben gyűjtött pénzt jótékonysági célokra. A Save the Children nevű szervezettel például 360 ezer dollár sikerült összegyűjteniük. Hatodik, ateista. A videói alapján könnyű kitalálni, hogy nem hisz semmilyen istenség létezésében. Hetedik, publikált egy könyvet. This Book Loves You néven jelent meg a kiadvány 2015. októberében. Az önsegítőkönyvek paródiájaként írta meg. 8. Két játékot is kiadott. A Legend of the Borefist és a Tuber Simulator is az Outminders nevű céggel közös kollaborációjából született. 9. Barátnőjének is van YouTube csatornája. PewDiePie Menzi néven közel 8 millióan követik. Mindössze 6 darab videója van, nemrég teljesen abbahagyta a videózást. Érdekesség, hogy a 6-ból az egyik Budapesten játszódik, Hello Budapest néven. 10. El kellett költöznie, mert egy fan rátalált a házára. Ez egy olyan velejárója az ismerettségnek, amivel sajnos majdnem minden ismert embernek meg kell küzdenie. A youtuber az Egyesült Királyságban lakik, azonban miután egy rajongója megtalálta és feltette az internetre a címét, el kellett költöznie az országon belül máshova. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról sem. Weboldalunkon a richclub.hu mindig mindenről a legjobbról, vagy éppen a legdrágábbról számolunk be nektek. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!